Idén 450 éve annak, hogy először indultak Csíksomlyóra a hívek, a gyergyóalfalvi István pap vezetésével. Ebből az alkalomból Balázs Józsefet, az alfalvi gyalogos zarándokok vezetőjét kérdeztük az idei tudnivalókról. Pontosan két hét múlva indul az alfalvi kereszt, megint Csíksomlyóra, most már 450. szer pünköstkor. Hogyha kihúzzuk belőle azt a néhány évet, amit a kommunizmus ugye letiltása miatt nem számíthatunk a 450 évbe. De akkor is, ha nem gyalog, de valamilyen járművel, azért az alfalviak mindig részt vettek a csíksomlyói búcsún, és nem csak részt vettek, hanem a nagy körmeneten mindig elől is álltak annak rendes módja szerint. Mert ezt valamikor a mi őseink kiérdemelték. És hogyha valaki megkérdezni, mert általában magyarországiak ezt tudják, hogy a gyergyóalfalu nevéhez kötődik a pünkösdi csíksomlyói búcsú. Nem mindenki tudja, hogy miért pontosan, de hogy alfaluhoz kötődik, azt tudja. Viszont nem vagyok meggyőződve arról, hogy az alfalviak tudják, hogy miért állnak elő. 1567-ben János Zsigmond Erdélynek a protestáns fejedelme, unitárius fejedelme szerette volna az Erdély többi része után most már a Csíkvár megyét is protestáns vallásra téríteni. Gyergyót és Csíkot. Viszont Gyergyó és Csíknak a népe meg volt győződve arról, hogyha felveszik az unitárius vallást, akkor le kell mondjanak a csíksomlyói Mária imádatáról. Egyszerűen le kell mondjanak a csíksomlyói Máriáról, az egész kegyhelyről, mivel hogy az unitáriusoknak, protestánsoknak ez nem tartozik a vallásukhoz. És annyira ragaszkodtak az ők ősi vallásukhoz, hogy azt írja a krónika, hogy amikor arról volt szó, hogy István pap felszólította, mikor arra szólította fel őket István pap, hogy meg kell védeni a vallást, ehhez viszont szükség van arra, hogy be kell vonulni a csíksomlyói egy templomhoz, öregnek, fiatalnak, gyermeknek, mindenkinek, férfiak pedig fegyverbe öltözve kell felmenjenek a hargitára, ott fogadni a fejedelmi sereget, akkor ott senki sem vonakodott, hanem azt mondja a krónika, hogy vagyonukot, mindenüköt hátrahagyva, fejenként, ami azt jelentette, hogy mindenki, kicsitől a nagyig, bevonultak a kegyszoborhoz imádkozni addig, amíg a férfiak fegyverrel a kezükben védték meg a vallást, ott fenn a hargitán. És az imájuk az megfogant, és csíksomlyói szűzanya meghallgatta őket, ettől kezdve Segítő Máriának nevezik a csíksomlyói Máriát. Persze, hogy meghallgatta, mert ez egy nagy isteni csoda a történelemben, hogy két testvér ellenség találkozik, és lemondjanak a véres ütközetről. Mikor meglátta a fejedelmi sereg, hogy micsoda ellenséggel, ellenféllel áll szembe a hargita tetején, a tolvajos tetőn, akkor lemondtak a véres ütközetről, és megfordultak és visszavonultak udvarhely irányába. Egyes krónikák úgy jegyzik meg, hogy futottak, mások pedig egyszerűen csak visszavonultak, ezt mindenki aztán döntse el, hogy ez hogy lehetett. A lényeg az, hogy nem ütköztek meg, és aztán küldtek egy futárt a kegytemplom felé, a győztes gyergyócsíki seregek. Most mondjam így, hogy a gyergyóalfalviak, mert ők álltak az élen, a csatába István pap vezetésével, küldtek egy futárt. A jel az volt, hogy ha győzünk, akkor lóháton a futár távolról látható nyírfa ágat lenget.
Ettől van az, hogy a búcsún mindenki nyírfa ágat tűz a kalapjába, és azt már tudja mindenki, hogy ahány lapi, annyi üdvözlégy Mária. Tehát mindenüket hátrahagyva fejenként mentek el, mert készebbek lövének a halálra, mintsem lemondjanak ősi szent hitekről. Elgondolkozhatunk azon, hogyha ma élne István pap, és egy ilyen kéréssel állna elé, hogy akár az életünk árán is be kell menni Csíksomjóra, hogy megvédjük a vallásunkat, akkor hányan lennének arra hajlandóak? Az a gyergyalfalvi mai lakosság, aki nehezen vállalkozik arra, hogy áldozatot hozzon a csíksomjói búcsú alkalmával, inkább a kényelmünket keressük. Fehér harisnyát azért nem húzzuk fel, mert meleg, mert szúr. Egyáltalán nehéz a viselet. István pap akkor megígérte Máriának, hogy mivel hogy megsegített minket ebben a válságos időben, hálából minden pünköst vigiliáján, minden szombaton, pünkös szombatján bevezeti a népét hálaadni Csíksomjói Máriához. És ezt meg is tették 450 éven keresztül. És a nagy körmeneteken, amint már mondtam, mindig alfalu állt elő, és utána azok a falvak, ahogy következtek a felvonulás, az ellenség elejébe való vonulás alkalmával. Most itt állunk egy évforduló küszöbé, egy nagy ünnepnek a küszöbén, amikor ismét úgy hallatszik valahogyan István papnak a hangja. Most nem fegyverben kell megjelenni, nem megvédeni kell a csíksomjói kegyszobrot és a csíksomjói Mária becsületét, ott Csíksomjó a hegy alatt, hanem egyszerűen háladni kell menni, imádkozni kell oda menni, ünnepelni kell oda menni. Arra vagyok kíváncsi, hogy hány gyergyó alfalvi jelenkezik az idén ott a hálaadáson. István pap híveinek nevezzük magunkat nagy büszkén. És hogy az István pap hívei hányan lesznek az idén ott, két hét múlva. Függetlenül attól, hogy busszal, vagy autóval, hogy repülővel, gyalog, vagy biciklivel. Teljesen mindegy, hogy mivel megyünk oda. Ünnepelni menjünk, egy ünneplőbe öltözött lelkünket, lehető legjobb lelkünket vigyük oda. De ez az ünnepi lélek azért tükröződjön a külsőnkön is. Hogy mutassuk meg, hogy a világnak, hogy nem véletlenül és nem hiába keresnek minket minden pünkösdi búcsún alfalviakot, mert mi tényleg elől vagyunk valahol, ott a helyünk. Most nem abban nyilvánul meg az elől valóság, hogy a menetben, a körmenetben elől járunk, hanem abban kell megnyilvánuljon, ahogy ott mi viselkedünk, ahogy ott megjelenünk, lehetőleg székelyruhába, lehetőleg nagyobb fegyelmezettséggel együtt, összefogva, mint ahogy akkor 450 évvel ezelőtt összefogott az egész lakosság. Nem az út széléről fényképezzük egymást, hanem mindenki beáll ügyesen a kereszt alá, az alfalvi kereszt alatt minden alfalvi ott legyen, együtt legyen, és a sokaságunkkal mutassuk meg, hogy elsők vagyunk, ne tudjanak többen lenni egy kereszt alatt sem, mint ahogy hányan mi vagyunk. Úgy hallottam, hogy az udvarhelyiek 850-en mennek gyalog a mostani csíksomjói búcsúra. Hát akkor mi alfalviak legalább 1000-en kéne menjünk. Na most vannak ilyen valamilyen módon félreértelmezett megnyilvánulások egy pünkösdi búcsú kapcsán. Hallom azt, hogy kedden buszt fogadnak arra, hogy bizonyos öregeket
akik nem tudnak, betegeket, akik nem tudnak járni jóformán, meg tudja közelíteni a csíksomjói Máriát, a templomot, hát beviszik busszal kedde. Én ezzel a dologgal kapcsolatban kifogást emelek, elnézést, hogyha valakit esetleg ezzel megsértek, de nekem az a véleményem, hogy a pünkösdöt, az csak pünkösdkor lehet megtartani. Ha valaki egy héttel korábban megy pünkösdi búcsút ünnepelni, az ugyanúgy mehet egy héttel később is, de ha már egy héttel korábban vagy később, vagy úgy egy hónappal is mehet korábban vagy később, mert ez nem pünkösdkor van, és én meg vagyok győződve, hogy azok, akik nem tudnak olyan könnyen mozogni, azok vasárnap a busszal meg tudnák közelíteni a csíksomjói kegytemplomot, mert vasárnap már felengedik a buszokat annyira közel, hogy onnan már el lehet menni. Aki alfaluba el tud menni a misére, az ott elér ott is a templomba. És valahogy ünnepélyesebb lenne az, hogy... Mert aztán nagyon sokan mennek kedden olyanok is, akik bizony meg tudnák járni azt akkor is, amikor ideje. És ezzel is miért osszuk meg a lakosságot és az alfalviakot? Mert azért egy busz, két busz nép azért számítana a csíksomjói pünkösdi búcsú éppen az idén. Én máskor nem mondom, hogy csinálják úgy, ahogy akarják mindenki. De az idén azért megkérem az alfalvi falus feleimet, hogy próbálja mindenki elővenni a legjobb énjét, és próbáljon áldozatot hozni a saját lelkéért, a csíksomjói Mária és egyáltalán a községe becsületéért, és vegyen részt ebben az ünneplésben a lehető legjobb énjével. Mert akkor úgy érzem, hogy akkor megérdemelnénk azt a nevet, hogy István pap hívei. Két hét múlva minden alfalvinak alkalma lesz arra, hogy megmutatkozzon, hogy tényleg István pap hívei közé tartozik-e, vagy ne. Akik gyalog akarnak jönni, azoknak hétfőn este 8 órakor tartunk egy megbeszélést itt az István pap szobor mellett, akár a hittan terembe, attól függ. De addig is elmondom, hogy ha nem jönnek el olyanok, akik úgy érzik, hogy nincs, amiért ide jöjjenek, már mindent tudnak, azoknak elmondom, hogy azért szeretném, hogy eljöjjenek, hogy azért lássuk körülbelül hányan vagyunk, és hányan leszünk, mert az elszállásolásnál, ezt meg kell mondjam a karcfalviaknak, és meg kell mondjam a taplocai fogadóinknak. A másik pedig az, hogy mit kell tudni? Azt kell tudni, hogy aki jön erre a gyalog zarándoklatra, az jöjjön abba a cipőjébe, amelyiket eddig a legtöbbet használt. Amelyik nem veszi a lábát, nem sérti a lábát. Akkor hozzon magával egy esőköppenyt. Akkor is, ha négy águlag süt a nap. Lehetőleg legyen egy fejfedője, különösen jó időben, de esőbe sem árt. A legjobb a szalmakalap, én azt ajánlom, mert ez egy ilyen búcsús jellege van a szalmakalapnak, de ha nem szalmakalap, mindegy, csak hogy a napszúrástól megvédje magát, aki gyalog jön. Az öltözet az olyan legyen, hogy ha süt a nap, akkor úgy rétegesen tudja vetni le az ember magáról a kabátot, a pulóvert, marad az ing, ha meleg van, ha pedig hidegebb van, akkor úgy lassan úgy tudjon öltözni fel magát. Tehát réteges öltözet kell, mind a turisták, hogy szoktak menni a hegyen. Mindenkinek kell legyen hálózsákja. Mivel hogy osztályokban, az osztályoknak a padlóján, a földön alszik mindenki. Karcfalván, a hokipályának az öltözőjében, matracokon, de mindenkinek jut matrac sem. Van, aki a tornateremben szorul ki, oda megint jó, hogyha hálózsák van, sőt a hálózsák alatt
még egy ilyen valamilyen védő, úgy nevezik magyarul, hogy izolír, ez a szigetelő. Igen. Mindenkinél jó, ha van bár egy fél literes flakon, amiben vizet visz magával, mert a gyalogosnak a legjobb segítség a víz. Nem is annyira az élelem hiányzik, mint a víz, az örökké legyen nála. Nyilván, hogy fel tudjuk tölteni azt a flakont helyenként, megyünk el források mellett, sőt, még borvízforrás mellett is megyünk el két helyen. Mindenkinél kell legyen minimum 10 lej, mert a taplocai iskolába csak így adnak szállást, 5 lej egy éjszaka. És nekünk 2 éjszaka kell szállást adjanak, 10 lejt kérnek. Ezt muszáj kifizessük, mert olyan nagy ott a kereslet, hogy így mondjam, annyi magyarországi jelentkezik az iskolába, hogy tudtak nekünk kiszorítani osztályokat, hogy le tudjunk pakolni, vagy 250-300-nak, kb. 300 helyet foglaltam le. Aztán akinek ott nem lesz helye, az majd meglátjuk, hogy mit csinálunk, hogy hol helyezkedünk el. Én szeretném, hogyha nem férnénk. Na de 10 lej. Akkor még ajánlom azoknak, akik eddig még nem voltak, hogy jó, hogyha a zsebben van egy darabocska pityóga cukor. Ezt úgy hívják, hogy glukóz. Mert megúlva az izomláztól, és az ember egy adott pillanatban leesik a cukor szintje, mit tudom, meleg van, gyaloglás van, és esetleg nem evett eleget, vagy kell az üzemanyag. Megeszik egy darabocska pityókacukrot, és teljesen helyre van állva az energia szintje, mehet bátra. Hát nyilván, hogy hátizsák kell a hátra, nem jók az ilyen szotyrok, és az ilyen táskák, amiket kézbe kell hordozni, mert az kényelmetlen annyi kilométeren keresztül, úgyhogy félkezed mindig foglalt legyen egy valamilyen fölösleges ilyen szotyorral, ami aztán hulladsz el velem mindenfélét. Na, hát ezeket a dolgokat tudom elmondani hirtelen, és bátorítok mindenkit, hogy nem kell félni ettől az úttól. Ha a lélek kész, akkor a test biztos, hogy kész lesz arra, hogy megjárja ezt az útat. Előtte ajánlatos 8 kilométer gyalogolni, tehát csütörtökön indulunk. 2 hét múlva, azt jelenti, hogy az elkövetkező 2 hét alatt, és főleg az utolsó héten, ajánlom, hogy mindenki gyalogbár Szárhegyre menjen által, aki nem mozgott úgy gyakrabban, mert ugye az emberek ma buszoznak, autóznak, kevesen bicikliznek, kevesen gyalogolnak, hosszú gyaloglásokat nem vállalnak, és hogy a láb egy kicsit kezdje észrevenni, hogy igényben van véve, mert ugyanúgy feltörik, mint a tenyere az embernek. Kell ez a 8 kilométer gyaloglás. És nem kell félni attól, hogy most én nem bírom meg ezt az útat. 2 okból. Hát tulajdonképpen, amit ki kell bírni, föltétlen, az vaslábi tetőtől Karcz falváig, Jenő falváig. Az délután olyan 2 órától este 6-ig, 7-ig, hogy való gyaloglás. Ott kell vinni egy hátizsákot a legszükségesebből, amiben élelem van, és az esőköppen. Ezt kell vinni magunkkal ott keresztül a hegyen, és aztán ajánlom, hogy élelmet nem kell ki tudja mennyit felpakolni, mert az is egy súly. És olyan helyen vagyunk elszállásolva mindenütt, hogy meg lehet venni helybe is egy kenyeret, egy kiflit, vagy egy pástétomot, vagy bármit, amit akar az ember venni. Ne hozzanak romlandót, tehát kerülni kell a szalámit, mert az romlik meg a leghamarabb. Nem érdemes ilyen paradicsomokot hordozni, mert az folyik szét, a csomagot tönkre teszi. Minden évben hirdetem a tepertyűs pogácsát. Népmesék is arról beszélnek, hogy hamuba sült pogácsával menjen el a székely ember fia, világgá szerencse próbálni. És ez azért jó, mert abban minden van. Benne van a szénhidrát, vagyis a cukor, benne van a fehérje, a lisztbe, és a tepertyűben ott van a zsír, tehát
minden van, amire a szervezetnek igénye van, igénye tud lenni. Nagyon könnyű, könnyen tárolható, a hátizsákba akár, melyik zsebbel bele lehet rakni, és az ember kinyitja a hátizsákot, megeszik néhányat belőle, és ráiszik egy kicsi vizet, és megvan. Nem kell csomagolni, kicsomagolni, asztal teríteni, összecsomagolni. Nagyon alkalmas, nagyon-nagyon jó dolog a tepercsis pogácsa. Ettől függetlenül persze mindenki úgy csinál, hogy jónak látja, és amihez hozzászokott. És amit még ajánlok, hogy hát a menetben, bár el fogom mondani az indulás előtt, tehát, hogy a menetben úgy kell viselkedni, hogy lássák, hogy az egy búcsú menet. Néha nyilván, hogy különösen a hegyen keresztül olyan jó kiránduló hangulata van az egésznek, de amikor aztán bemegyünk úgy a települések, a falvak közé, az országúton, akkor két dologra kell ügyelni, hogy fegyelmezetten az út szélén menni, hogy az autók, nem minden sofőr figyelmes. Az ember fáradtan még kicsit meg is tántorodhatik, esetleg kilépik egy lépés, az elég, hogy elüsse az autó. Vigyázzon erre, és hogy fegyelmezetten lehet beszélgetni a sorba, halkan, de nem kell zajjal járni, hogy amikor az út szélén állók, csíki falvakban ránéznek erre a keresztajra, akkor lássák, hogy ez egy keresztaj, és nem pedig egy csiricsári társaság, ne úgy menjünk, mint a migránsokat keresztül, felcsíkon. Tehát ezt azért általában tudják, az utóbbi években fegyelmi problémánk nem volt. Mindenki, aki beállt a kereszt alá, az érezte, hogy most az ő viselkedésével nem önmagát jelzi, hanem a faluját képviseli, és azt is mindenki azért annak a tudatába jön erre a búcsúra, hogy azért akárkik itt nem indulnak meg. Akik erre a búcsúra vállalkoznak, azok ott valahol egy titkos hang, egy belső hang, a Mária hangja megszólította. Ez egy kiválasztott közösség minden esztendőbe, és ezt tapasztalom már évről évre. Úgyhogy ennek a tudatába fogunk mi végigmenni Székelyföldnek egyik legszebb vidékén, a Hargitának a bal oldalán, és minden lépés tulajdonképpen egy ima. Annélkül, hogy imádkoznál, mikor rácsodálkozol erre a tájra, és különösen, mikor már a homályba távolul, meglátod a Szenthegyet, a Csíksomjó hegyét, és ezzel az átszellemült érzéssel gyalogolod végig a felcsíki medencét, az önmagában már megfelel egy imának. Erre aztán még rájön az igazi, konkrét mi atyánk, és üdvözlégy, és aztán amikor ugye, aki énekel, az kétszer imádkozik, hát azért nem árt, ha gyakoroljuk a csíksomjú énekeket, és az elkövetkező két esztendőben az iskolások lelkére próbálom pecsételni, hogy ne restéljék tanulmányozni a csíksomjói énekeket, és főleg ezeket az ősi népénekeket, mert azok a himnuszok teszik áhítatossá és emlékezetessé az egésznek az átélését. Hát ez a mondani való most így azok felé, akik vállalkoznak arra, hogy István pap ígérete nyomán, ugye, és ahhoz híven elmegyünk hálát adni 450-szer az idén. Köszönöm megtisztelő figyelmüket magam és munkatársaim nevében. Várom Önöket egy hét múlva is a képernyők elé.
Addig is műsorainkat visszanézhetik az interneten. Tartalmas hetet kívánok Önöknek! A viszontlátásra!